Soma, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat erre a beszélgetésre. Kérdezném, hogy hogy iszod a kávét, feketén vagy fehéren, de tudom, hogy nem kávézol. Milyen frissítővel szolgálhatunk neked? A sima csapvíz az teljesen megfelelő, köszönöm szépen. Akkor kérünk neked egy pohár vizet. Illetve egy süteményt is megkóstolhatsz, amit Nádas Hajnalka alkotott, és ez a süti ugyanazt a nevet viseli, mint az én műsorom, feketén, fehéren. Mai vendégem az annyíregyházi fiatalember, aki szeretett családtagjai mellett a zenét választotta állandó társának. Zene reggel, zene este, zene hétfőn és sokszor a hét mindennapján. Kórusok, énekegyüttesek, kicsikkel és nagyokkal, nem csak munkaidőben, hanem hobbiként is. Azt csinálja, amit kisgyermekként látott édesapjától, és valamiért nem tért le az útról. Dirigál és énekel. Vendégem Szabó Soma Lisztdíjas karnagy, aki sűrű teendői között fogadta el sóstói meghívásomat, és válaszolt szívesen kérdéseimre feketén, fehéren. Kértem, hogy hozz magaddal egy karmesteri pálcát, de valami furcsaságot hoztam. Megkockáztatom, hogy mindig van nálad egy. Hát ez most kifejezetten azért van nálam, mert most innen rögtön egy próbára megyek, és ez egy ilyen próbapálca, látszik is, hogy el van törve, meg ilyen eléggé használatos. Szóval ez egy ilyen mindennapi kellék valóban. Ez speciális valamilyen szempontból? De milyennek kell lennie? Mi az elvárás? Igazából ez csak a zenekarhoz kell. Most zenekari próbám lesz. Az énekkarnál ott a próba folyamat alatt kopogásra, meg fegyelmezésre használok pálcát, de azok evőpálcikák, japán evőpálcikák, amiket ott törökzúzok. Ez annál egy kicsit igényesebb, ugye van súlypontja, meg minden súlyelosztása, hogy jól működjön, de mondom, ez már most rövidebb, vagy 5 centivel, mint kellene, mert hát valahogy elhasználódik. Vajon ez hány éves lehet? Hát nem is tudom, 5. Ez még nem olyan, tehát nem őskövület. Mikor volt először ilyen a kezedben? Karmester pálca először, amikor felvételiztem az akadémiára, akkor került a kezembe. Ott egy másik kollega adta kölcsön, aki szintén felvételizett, és nagyon, nagyon furcsa volt. Hát eleve én úgy felvételiztem oda, hogy előtte semmit nem is vezényeltem. Tehát már maga a szituáció is furcsa volt, karmester pálca pláne furcsa volt. De aztán elég hamar megszokja az ember, amikor használatba kerül. Sokkal nehezebb megszokni a nyelvet, amit az emberekkel szemben használni kell. Mert ez a kisebbik része, meg ez a könnyebb része a dolognak, a hatás az a nehezebb. Jól gondolom, hogy hamarabb is kezedbe vehettél volna ilyet, játszhattál volna egy ilyennel otthon? Mondjuk az előfordult, arra emlékszem, hogy fülhallgatóval hallgattam a zenét, és akkor ottan kalimpáltam, de ugye édesapám karvezetőként ő nem használt pálcát soha. Ezért kifejezetten karmester pálca nekem se került a kezembe gyerekkoromba, ceruzával vagy valamivel hadonáztam, de azt szerettem, az ilyen típusú időtöltést gyerekként is. Mindig azt gondoltam, hogy ez egy olyan felszabadító mozgás, vagy nem tudom, tehát a zenére mozogni az olyan jól esett. Aztán amikor elkezdtem a szakmát tanulni, rájöttem, hogy ez kicsit többről szól, mint mozogni a zenére. De azt gondolom, hogy igen, hogy ez egy gyerekkortól jövő ilyen végülis életforma volt. Furcsa is volt most hallani a szádból, hogy elkezded a szakmát tanulni. Az ember igen. Valahogy ehhez a szóhoz egész más dolgokat társít, mint ami mondjuk a te szakmád. Legyünk őszinték. Azért ez egy művészet is valahol. Persze, ha mondhatjuk, hogy sok rutin kell hozzá, mert van benne rutin, nyilván beleérzés, ráérzés, tehetség, adottság is kell hozzá. Az utadat mikor választottad ki magadnak?
Hát ez abból a szempontból érdekes ez a kérdés, hogy vajon én választottam-e magamnak az utamat. Ezen én is el szoktam gondolkodni. Magadnak? Igen. Direkt azért kérdeztem így, amikor már tudatos volt a dolog. Az, hogy valamilyen zenei tevékenységet folytassak, az teljesen egyértelmű volt. Tehát azt ugye annyira abban éltem gyerekkoromban, hogy egyszerűen nem is láttam más lehetőséget, meg nem is vágytam másra. Én hegedűsként kezdtem, és még a szakközépiskolát is hegedűsként végeztem el. Viszont akkor már éreztem, hogy nem hegedűsként fogom a kenyeremet megkeresni, mert valahogy az szűkös volt. Nagyon egyszerűen fogalmaznék, azt mondhatnám, hogy a hegedű egyszólamú zene. És az a fajta magányosság, meg az a fajta egyszólamúság, az nekem olyan üresnek tűnt. És már abban az időben is működött a Bankieri énekegyüttes, itt van egy lemez tőlük. Igen. A Bankieri énekegyüttesem, akivel meg a több szólamúságot és a többen együtt dolgozást, meg együtt élményszerzést valahogy azt tapasztaltam meg, és ez sokkal jobban tetszett. És a szakközépiskola után én karvezetés szakra felvételiztem a Budapesti Akadémiára. Valahogy, bár a Bankieri énekegyüttesben énekeltünk, valahogy az azért megint csak az olyan távoli volt, hogy énekes legyek, azt úgy nem motivált így ez a dolog. Az meg, hogy karvezetés az úgy mindennel foglalkozik, tehát az olyan zenei polihisztorság, és az tetszett. Az az irány, ráadásul ugye volt egy elős löket a háttérben, ugye egy édesapám példája. Nem tudom, hogy igazából választottam-e, mert ez is olyan magától menő út volt. És aztán, amikor elvégeztem a Zeneakadémiát, akkor az, hogy visszakerültem Nyíregyházára, és hogy akkor alapítottunk egy vegyes kart, egy felnőtt vegyes kart, ilyen iskolatársaimmal, mert mindannyian a Kodály iskolába jártunk előtte. Szóval az már egy kicsit, nem mondom, hogy választás, mert az meg a kényszer szülte, mert azt meg a többiek akarták nagyon, hogy az legyen. Az egy komoly választás lett volna, ha lelépsz az útról, de nem léptél le. Igen, tehát akkor azt mondhatnám, hogy akkor döntöttem, de nem döntöttem, hanem mentem az úton, ami úgy volt, és mindig szerettem csinálni, meg az úgy jól esett, jól jött ki. Hát most itt vagyunk a dilemmában, a nagyfiam az már most 8. osztályos, és lassan neki is útra kell állni, és ő is annyi mindent csinál, meg olyan alapvetően sikeres a dolgaiban, hogy pontosan azt látom, hogy lenne egy útja, amilyen egészen egyenes lenne, de vajon akarom-e azt, hogy ő ezt járja? És neki jó lesz-e az, hogy most az én nyomdokaimba vagy engem kövessen? Ez most egy elég nagy dilemma. Hogy tevődik össze egy heted, Soma? Tehát melyik nap milyen formátum az, amit meglátogatsz, ahová becsatlakozol, amit irányítasz? Hát hétfőnként szokott lenni általában a Szabolcsi Szimfonikus Zenekarnak próbája, amit most már évek óta én vezetek, vagy engem kérnek, hogy irányítsak. Ahhoz kell a pálca a hangszerekhez. Kedden a Művészeti Szakközépiskolában zenetörténetet tanítok, az egy ilyen egésznapos elfoglaltság, aztán szerdán már énekkari próba van a Kodály iskolában. Ja, hát közben persze hétfőn is szerdán is a Kodály iskolában a fiúkórust vezetem, és akkor ennek a próbáit tartom meg, valamint a Kantémusz vegyeskar, a felnőtt vegyeskarnak a próbáit irányítom. Csütörtökön ott ilyen tulajdonképpen a vegyeskar körüli szervező tevékenységgel és próbálással telik a csütörtöki nap, aztán pénteken szintén tulajdonképpen ezek a tevékenységek, ugye fiúénekkar, vegyeskar, és van egy másik formáció még, a ifjúsági vegyeskar, ami középiskolás lányokat és fiúkat motivál ugye az együtt éneklésre, annak péntekenként van a próbája. Szombaton ugyanígy énekkari próbák délelőtt, és akkor vasárnap van úgy, hogy otthon vagyunk. És közben rájöttem, hogy hétfőnként még a Nyíregyházi Egyetemen is kell tanítanom zenetörténetet, tehát még oda is el kell menni.
És hát van a szívünk csücske a Bankieri énekegyüttes, akivel meg akkor próbálunk, amikor van rá idő, most már leginkább. Ugye 20 évig nagyon rendszeresen és intenzíven csináltuk a dolgot, de most már mindannyiunknak annyi dolga van, meg család, meg minden egyéb, amivel törődni kell, hogy mostanában a Bankieri énekegyüttes már leginkább csak akkor próbál, amikor koncertszituáció közeledik. Éppen ez lett volna a következő kérdésem, hogy mire gyakorol, mire készül a szimfonikus együttes? Mire gyakorol a vegyes kar? Kinek énekel a Bankieri? Igen. Most a legintenzívebb munkát a vegyes kari munka jelenti. Egyrészt velük próbálok a legtöbbet, másrészt az ő koncert menetrendjük a legsűrűbb. Úgy tűnik, hogy most már országszerte egy keresett együttműködő partnerként tekintenek ránk a hivatásos zenekarok. Nagyon sokszor kell oratórikus művekben az énekkar szerepét betöltenünk a Budapest, a Doknányi zenekar, mert most hétvégén volt a fesztiválzenekarral, a budapesti fesztiválzenekarral a közös projektünk, vagy a miskolci, vagy a debreceni, vagy a szolnoki szimfonikusok, pécsi Pannon filharmonikusok is elég gyakran hívnak bennünket, szóval, hogy valahogy úgy a vegyes karnak kialakult egy ilyen nimbusza, meg egy ilyen keresettsége, ami elég sok munkát ad folyamatosan készülni, tulajdonképpen hónapról, sőt, akár hétről hétre új repertoárral színpadra állni, ez elég megterhelő. A szimfonikus zenekarnak kicsit elszórtabban vannak megjelenései, de azért annak is vannak feladatai, főleg helyi viszonylatban, a filharmónia rendezésében, akár koncertsorozata a fiataloknak, ilyen iskolákat végig szántva, egy hét alatt, nem tudom, 20 akárhány koncertet játszva, vagy a filharmónia nagy esti rendezvényein kell szerepelnie a zenekarnak, vagy éppen mi kérjük fel, mint énekkar a zenekart arra, hogy valamilyen közös együttműködés legyen. Ez azért változó dolog. A Bankieri énekegyüttesnek meg leginkább nemzetközileg van keresettsége. Mivel nem nagyon tudunk próbálni, itthon már nem nagyon vállalunk koncertet, de azért a fontos külföldi fellépésekre mindig összeszedjük magunkat. Most éppen Lipcsébe egy ilyen kamara éneklési fesztiválra hívnak bennünket, de az csak tavasszal lesz, úgyhogy még arra most van idő. Addig meg lehet tervezni, hogy hogyan pótolnak téged hétfőtől szombatig leginkább. Így, hogy említetted, hogy a vasárnapot tulajdonképpen az általában szabad szokott lenni. 2018-at írunk, és mindaz, amiről beszéltél, egy-két évtizedet már jellemez az életedben. Tehát azóta nagyjából ilyen tömény, ha mondhatjuk, zenei téren az életed. De azt gondolom, hogy az izgalmak azért ugyanúgy megvannak hétről a hétre. Hát ajaj, hogy ne. Érdekes dolog ez, hogy nem tud elkopni. Tehát pont azért is nagyon jó ez a szakma, ugye. Feltehetőleg ezért nem is kerestem mást soha, mert a folytonos megújulás, meg azért a művészetnek csak van egy olyan varázsa. Mindig mondom a gyerekeknek a szakiskolába, hogy itt sámán képzőbe vagytok, ti sámánok lesztek. Tehát aki zenével foglalkozik, az ősi gyógyítónak a szerepében van. Ugye az a sámán kultúra szépen széttöredezett különböző szakágakra, lettek orvosok, meg tudósok, meg művészek, meg zenészek, de azért még az örökségét hordozunk, hogy nekünk hatni kell. Nekünk lángot kell gyújtani, vagy gyógyítani kell, vagy emelni kell az embereken, és hát ez egy csodálatos munka terület. Néha gondolkodok azon, hogy mi lenne velem, ha mondjuk villamos vezetőnek kéne lennem, és akkor minden nap ugyanazon a villamos sínen így menni újra és újra végig, és mondjuk letérni se tudok az útról, és így, hogy azt biztos, hogy nem tudnám elviselni. Hál' Istennek ugye a zenélésben egyrészt mindig újabb és újabb művek jönnek, végtelen a repertoár és végtelen a szépség, amivel ismerkedni lehet, és minden egyes
új darab, egy új kihívás, és az egy új kérdés, egy új rejtvény, amit meg kell fejteni, és rejtvényt mindenki szeret fejteni, tehát feltetőleg ezért is nagyon izgalmas ez, ez az egész. Én, ha egyszerű hétköznapi emberként gondolok ebbe bele, ugye én befogadó vagyok ezen a területen, mármint a zene vonatkozásában, tehát zenei téren nem lépek színpadra. Az egy felemelkedő, felemelő érzés, amikor koncertjegyem van, és elmegyek, és tudom, hogy az egy elit szórakozás lesz, egy igazán hasznos időtöltés. Ugyanígy vagyok, ha sportra tudok szállni egy pici időt. Tehát ez a kettő dolog, ez mindig felemel. Ti pedig, hogy ehhez lehetőséget tudtok nyújtani, ez feltétlenül nagyon fontos. Te a szabadidődbe be tudod-e még választani a zenét? Hát folyton. Tehát alapvetően... Oly módon, ahogy én most beszéltem róla, mondjuk. Na, ebből a szempontból nem vagyok nagyon, azt mondja, hogy etikus még egyelőre. Nagyon sok a dolog, és nagyon kevés az idő, amit például otthon a családdal, meg a gyerekeimmel tölthetek. És ezért viszonylag ritkán járok úgy koncertre, hogy csak én szórakozásból elmenjek. Tapasztalatszerzésből inkább, meg hát nagyon kiemelkedő, vagy ritka pillanatokra azért az ember úgy oda készül, és akkor elintéző, hogy eljuthasson. Időnként opera előadásokra, vagy nagy híres együtteseknek, vagy tényleg nagyon magas színvonalú együtteseknek a produkcióira, igen. Ilyen koncertélmény most eszembe jutott nem is olyan régen, amikor Kelemen Barna és a felesége Kokas Katalin itt voltak, és ketten hegedültek, két szál hegedű minden kíséret nélkül a színpadon a Kodály terembe, és mégis olyan varázslat született, amit én hegedűsként ugye soha nem képzeltem, hogy ez lehetséges, azért is tettem le a hegedülésről, de az tényleg az elhatároló élmény volt. Vagy amikor Kocsis Zoltán jött hozzánk zongorázni, és még a próbán, tehát akkor először bement a Kodály terembe és leült a zongorához, és így az első néhány futamot így lejátszotta a zongorán, úgyhogy előtte más valaki zongorázott, és akkor ott hallottam, hogy zongorázik az az ember, és Kocsis leült, és hirtelen, mintha egy másik hangszer, de úgyhogy az egyiket nem is zongorának kéne nevezni, hanem valami doromb, vagy nem tudom, vagy cítára, vagy valami, és aztán jött a zongora, na az is elhatároló élmény volt. Tehát én magam sem hittem, hogy persze Kocsis egy nagyon nagy név, meg egy nagy művész, de az ember ilyenkor hajlamos arra gondolni, hogy hát, hogy az igen, az már úgy kialakult a nimbusza, meg a légköre, és akkor az azért van, hogy az... De nem. Most mind a két zenei élményedet oda kötötted az iskolának a hangverseny terméhez, ami nagyon jó, mert akkor én meg tudom kérdezni, hogy ez mit jelent neked, nektek? Ez hát a terem, ez olyan lett, mint ahogyan... ami ennek lennie kellett, hiszen itt azért lehetőség volt arra, hogy egy új épület szülessen, tehát hogy az iskola megmaradjon, és akkor már egy modernnek mondható környezetbe tudtatok menni, és itt már az édesapáddal közös munkára is gondolok nyilván. Hát egyrészt a válaszom az, hogy ez az otthon. Tehát a Kodály terem az az otthonunk, és bár nem olyan lett, mint amilyenre szerettük volna, vagy amilyenre álmodtuk, de még mindig messze a legjobb közel távol. Budapesten is hát egyedül talán a Zeneakadémia nagy termét tudom hasonlítani minőségben ahhoz az akusztikai térhez, meg ahhoz a szépséghez, amit itt ez a kis nyomorúságos Kodályterem jelent. Még így is, hogy nincs befejezve. Mert sajnos a végén azért csak megszorultak anyagilag szerintem az építők, és azért bizonyos kérdések, bizonyos szálak elvarratlanak maradtak a teremben, és lehetne jobbá tenni még ezt a termet, de mondom, hogy így is messze felülmúlja az átlagot. Úgyhogy nagyon szeretünk benne koncertezni, és nagyon büszkék vagyunk rá, és egyébként mindig be is igazolódik, tehát bárki jön akár Budapestről vagy külföldről ide koncertezni, az mindig megjelzi, hogy ez tényleg nagyon jó. Egyrészt a terem, másrészt a közönség. Csak kinevelődött egy olyan
koncertlátogató közönség Nyíregyházán, aki élvezettel és szeretettel ül be a koncertre, és hát az nagyon inspiráló. Tehát a meghívott művészek is mindig el vannak ragadtatva, és mindenki szívesen jön ide hangversenyezni. Említetted, hogy hetente többször is foglalkozol a fiú kórussal. Igen. Te is jártál ilyen kórusba? Hát hogyne, az akkor alakult, amikor én általános iskolás voltam. Én már második osztályos koromban bekerültem a fiú énekkarba. Hát ez egy kis ilyen, hogy hívják ezt, ilyen kivételezés volt édesapám részéről, mert azért negyedikig azért nem nagyon tudnak úgy kottát olvasni a fiúk, hogy hasznukat lehessen menni. Hát én már akkor azért úgy eligazodtam a kottában, és egyszer édesapám hívott, hogy nem akarod kipróbálni, hogy milyen ez, és akkor úgy kipróbáltam, és ott maradtam. De hát a fiú énekkar az egy külön világ, tehát az kevéssé a szakmai rejtelmeket, vagy a rejtélyeket, vagy a zene megváltó erejét jelképezi, az sokkal inkább a pedagógiában rejlő rejtvényfejtésnek az élményét hordozza. Hát ezt most már tudod kívülről, belülről. Hát igen, most már nem szerintem több mint 10 éve irányítom a fiúkat, és az első 2 év nagyon nehéz volt, tehát mire rájöttem, mi a nyelv, amit beszélni kell, meg hogyan lehet egyáltalán arra késztetni fiúkat, hogy üljenek és ne szaladjanak folyamatosan. Ez egy hosszas csatározás volt, de mostanra úgy kialakult a rendje annak, hogy fiú énekkaron ülünk, és figyelünk, és koncentrálunk, és nem szétfolyunk a széke, meg szétesünk. Azt hiszem, hogy egyébként, és például ez egy nagyon nagy jellemformáló, vagy ilyen pedagógiai eszköz, amit Kodálynak köszönhetünk, mert az énekkari munka fegyelmező ereje az hihetetlen. Tehát biztos vagyok benne, hogy ezekből a fiúkból más felnőttek lesznek, mint azok, akik így szóval fókusztalanul élik le a gyerek éveiket. A legnagyobb problémának és a legnagyobb különbségnek ezt látom fiúk és lányok között, hogy a lány az motiválható a szépre és az igényességre nagyon könnyedén. A fiúnak ezek a fogalmak ilyen idős korban tökéletesen hiányoznak a szótárából. Tehát, hogy igény, meg figyelni valamire 3 másodpercnél hosszabb ideig, szóval ezek nem életkori sajátosságai. Másképp látod-e az utóbbi években édesapád munkáját, mint pár évtizeddel ezelőtt, és ha meg tudod röviden fogalmazni, akkor mondd el, hogy milyen vele dolgozni. Hát ez, hogyha a gyerekkoromra gondolok vissza, akkor én őt valahogy mindig is egyszerre láttam, vagy szimultán láttam apának és tanárnak. Igen, ez már érdekes. És valahogy ez a kettő úgy összefonódott bennem, nem vált el, és nem éreztem különlegesnek, hogy furcsának azt például, amikor 6. osztályba bekerültem az ő óráira. Olyan természetesnek tűnt. Néha nehezteltem, mert nagyon negatív diszkriminációt alkalmazott, tehát próbálta a lehető legkisebb esélyt is elkerülni annak, hogy valami kivételezés tűnjön fel ott az osztályon belül, aminek azért időnként megittam a levét, de világosan láttam, hogy ez miért van, megértettem. Ugyanazt a lelkesedést látom most is benne, ugyanaz a fantázia munkázat, egyszerűen kiapadhatatlan ötlettár, ami a fejében van a pedagógia terén. Mindig, minden évben van valami új poén, valami újdonság, amit bevet az órákon, és egyszerűen nem tudom, hogy most már több mint 40 éve hogy lehet ezt napról napra folyamatosan, szóval ilyen hőfokon ezt izzásba tartani. Tehát, hogyha a kérdés erre irányult, akkor ilyen szempontból semmiféle változást nem tapasztalok, másrészt viszont folyamatos változást tapasztalok, mert
olyan, amit mindig alkalmazkodna. Amit magadon tapasztalod, meg nyilván először a változást, mert ahogy gyermekből, igen, serdülőből felnőtt férfivá váltál, a szakmát kitanultad, úgymond, nyilván nem tekinthetsz ugyanúgy rá. Igen, más szemmel nézem a munkáját, de egyszerűen lenyűgöző, mondom, ez a folytonos megújulási tehetség, ez valami egészen elképesztő. És ugye, hogy milyen vele dolgozni? Hát szakmailag mi viszonylag keveset érintkezünk. Tehát ő a gyerekkart és a leánykart vezeti, én a fiúkart, meg a vegyeskart, meg az ifjúsági kórust, és igazából szakmai kérdésekben nem kerülünk egymással kapcsolatba, vagy pláne összeütközésben nem, mert mindenki a maga területén működik. Akkor kollégák vagytok. Igen. Azt el tudom mondani, hogy mint igazgatója a Kántémusz kórusnak időnként elég nehéz vele együtt dolgozni, mert azért egy meglehetősen erőteljes jellem, és vannak hajlíthatatlan elhatározásai. És időnként, ha esetleg én vagy a stábból néhányan úgy gondoljuk, hogy lenne másik megoldás, ami esetleg jobb lenne, szóval néha nagyon nehéz érvelni. Máskor viszont könnyen alakítható. Azt gondolom, hogy az idő előre haladtával azért ő is nagyon sok sebet szerzett, nagyon sok támadást megélt, sok irigységet, vagy féltékenységet, vagy ilyen szakmai harcot meg kellett vívnia. Ráadásul nagyon sok nem szakmai jellegű konfliktusból is, szóval, hogy sok olyan tapasztalata van, ami miatt egyre bizalmatlanabb igazából az őt körülvelő világgal. És szerintem ebből a bizalmatlanságból fakad néha a merevség, amiről az imént beszéltem. Tehát, hogy ő már nagyon sokat tapasztalni, nagyon sok zsákutcába belefutott, ahonnan ki kellett hátrálni, és ezeket most már próbálja kizárni, meg kiküszöbölni, nagyon bölcsen persze. Mi meg ugye fiatalos lendülettel vinnénk bele az újabb zsákutcákba őt, és hát időnként ilyenkor konfliktus adódik, de egyébként azt gondolom, hogy ő egy főnöknek is, vagy igazgatónak is egy elég példamutató egyéniség, mert nagyon jól irányítja az énekkarok munkáját, vagy életét. Azt gondolom, akár tudatosan, akár nem tudatosan mutatta a példát és az utat, zárszóként tudom mondani, hogy te őt követed. Hát ugye igyekszem itt az árnyékban lépkedni szépen. Hát majd beszélgetünk 20 év múlva, és meglátjuk, hogy akkor majd mit mondasz erre. Köszönöm szépen. És köszönöm szépen. A Feketén-fehéren sütemény megalkotója a Drazsé cukrászda. A műsor támogatja a Máté Szalkai 15-ös számú delikátesz ABC, a Reál Üzletlánc tagja.